Július 19-én érdekes programmal várja az érdeklődőket a Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületének újpesti szervezete. A rendezvényen a Kodály Generációk című dokumentumfilmet vetítik le, majd lehetőség nyílik a film rendezőjével és szereplőivel való beszélgetésre is. A Mozgáskorlátozottak újpesti szervezetének vezetője, Zana Anita, már a klub átvételekor hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy változatos és a négy fal közül kimozdító programokat szervezzen. Elképzeléseit és ötleteit úgy tűnik sikerült is megvalósítani. Úgy gondolom, hogy elég jól haladunk. Vannak, vagy voltak külső programjaink is, voltunk a parlamentben, illetve a Aquaworld élményfürdőben, ami mind a két program nagyon tetszett a tagoknak, és szerencsére tehát úgy gondolom, hogy sikerül megvalósítani a terveimet. Ugye a fő célod az volt, hogy kimozduljatok kicsit. Ezt miért tartod ennyire fontosnak? Hát mert a mozgássérülteknek amúgy is nehéz a hétköznapi életben is a kimozdulás, és akkor úgy gondolom, hogy egy kicsit a klub legalább tud adni egy olyat, hogy akkor így együtt kimozdulunk, és akkor ez egy plusz dolog. Igazából az a lényeg, hogy ezekhez a programokhoz leginkább elsősorban először ötlet kell, és az anyagiak, hát azok is nagyon fontosak, de azok így másodlagosak. Tehát, ha van egy jó ötlet, akkor ezt már könnyebb megvalósítani, én úgy gondolom. A hagyományokkal ellentétben az újítások körét bővítve nyáron is érdekes programot szervez az Egyesület. Ideig nyáron szünet volt a klubban, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen kell nyáron is programokat és klubdíjatlanokat rendezni, mert ilyenkor nekünk mozgássérülteknek könnyebb a mozgás. Egy filmvetítés lesz az Ady André Művöldési Ház színház termében, a Kodály Generációk című filmvetítése, illetve utána az alkotókkal és a szereplőkkel egy beszélgetés. Miként jött ennek a programnak az ötlete? Hát ezt a filmet én már láttam, illetve ismerem az alkotókat, és innen, illetve onnan, hogy ez a Kodály Generációk, ez egy olyan program, ami másokat is érdekel, tehát nem csak mozgássérülteket, hanem úgy gondolom, hogy akik szeretik a zenét, azokat is, és akkor így úgy gondoltam, hogy így meg lehet hívni például az újpesti zeneiskolákat, vagy a különböző kultúrával foglalkozó egyesületeket, hogy egy ilyen integrált programunk legyen. Györfi Szabolcs, a dokumentumfilm rendezője elmondta, a film tulajdonképpen egy zenei ajándéknak készült. Ez egy az 50-es években indult Kodály általános iskolának a megemlékezéséből kiinduló valami, ami aztán felfújódott egy egészen mássá. És azoknak az asszonyoknak, akik ezt az 50-es években indult osztálynak az akkori hallgatói voltak, azok most 60 éves évfordulót ünnepeltek ott Kecskeméten. És kiderült, hogy van egy csomó velem egykorú gyerekük, aki szintén zenével foglalkozik, csak nem úgy, mint ők. Tehát, hogy mondjuk rapper, meg rockzenész, meg musical énekes, meg mit tudom én, és azt találtuk ki a Bence nevű fiú, valaki az egyik szereplőm lett, hogy adjunk egy olyan ajándékot nekik, amiket egyébként mi ilyen, hát, hogy alkotói közegben mozgó emberek amúgy is szoktunk ajándékozni szüleinknek, hogy ilyen a unokáikról filmecskét, meg soha el nem játszott zeneművük újra hangszerelését, meg ilyesmit, és akkor arra gondoltunk, hogy kitalálunk valamilyen zenei ajándékot erre az alkalomra, és hát ennek kialakulása, meg ennek a megcsinálása az, amiről szól ez az egész. Az öregasszonyok is készülődnek szépen az ünnepségükre, és titokban mi megkészülődünk egy ilyen kulturális bombát ott elhelyezni, és ez meg is történt, és ezt lehet nyomon követni, hogy ez mit okozott ott a több mindenkibe. A film rendezői elképzelései között lényeges volt az is, hogy tartózkodik az interjúhelyzetektől és a direkt faggatózástól. Sokkal inkább az élethelyzetre fókuszál. Ami nekem nagyon fontos volt, illetve hát én inkább azt mondanám, hogy tanulság volt nekem, az, hogy nekem csöndbe kellett maradni. Tehát, hogy fele a felvételeknek az tulajdonképpen egy ilyen workshop egy műteremben. Én egy iszonyúan beszédkényszeres ember vagyok, és azt gyakoroltam, hogy alkalomra csöndesen hallgattam, hogy ők miről fognak beszélgetni.
ez egy nagyon-nagyon komoly tréning volt, hogy valamiben részt venni, úgyhogy nem biztos, hogy hozzá kell tenned, és aztán közben meg mégis kialakul valami, amit te akartál, ez izgalmas volt. Rendezőjelvek nem voltak igazándiból, mert volt egy valami, és volt egy ötlet, és aznak az ötleten végiggyalogoltunk, és akkor azon úgy kellett végiggyalogolni, hogy nem kellett ezt rendezgetni, hogy úgy mondjam, csak jelen kellett lenni benne. Ugye azt, amit itt a Kodály Zoltán nevű bácsi akart akkor annak idején mondani, abból azt próbáltuk megmutatni, hogy mi az, ami megmaradt belőle. És hogy hát nehéz jó képet találni, de inkább csak egy csontváz maradt meg ebből a történetből, mert az a zenepedagógiai elmélet, amit ő felállított, az megmaradt, és az még mindig így föl van bökve egy ilyen zászló tetejére. De az a filozófia, ami viszont emögött volt, ami azért egy nagyságrenddel értékesebb, meg erősebb, mint az, hogy van egy ilyen pedagógiai módszertan, ami szintén egy óriási tudás nyilván, de mögött volt egy hatalmas erő is, az erő kikopott mögüle, és akkor ezt talán megpróbáljuk. De persze ezt azt tudja kibányászni ebből, aki erre odafigyel, mert a film az nem erről szól. De valamennyire próbáltuk ezt is, illetve hát én megjártam a hadak útját, tehát én végignéztem azt, hogy ebből mi lett, és az én kérdésem végig az volt, hogy most miért nincsen, de aztán a film az nem erről szól, mert érdekesebb volt ez a generációkat átívelő ellenfogadás. A Kodály Generációk című alkotást pozitívan fogadta a szakma, jó visszhangja volt. A Szemlén versenyfilm lett, ami azt jelenti, hogy a szakma, hogy úgy mondjam, nem tudom, hogy mivel lesz majd most, de minden esetre ez a szakma, ez ezt elfogadta, és azt mondta, hogy ez egy film, benne volt abban a 25 filmben, kaptam egy diák zsűri díjat, az nagyon klassz dolog, mert nyilván egy kicsit ez egy frissebben átgondolt dolog, és egy ilyen akciódúsabb, és kicsit, hogy mondjam, populárisabb, vagy popkulturálisabban földolgozott dolog, mint amit egyébként így a dokumentumfilmtől Magyarországon várnak, tehát jó volt a visszhangja, tehát az, hogy igazából ott a zsűri nem érti, de látja, hogy film, aztán a diákok meg azt mondják, hogy ez milyen jó film, tehát ez úgy a jó ritmusban érkezett. Sok helyre elhívják ezt a mozit. Ilyen módon kerül bemutatásra, hogy itt-ott lelkes kultúrára a finis emberek azt mondják, hogy ez egy milyen jó film, és közben vannak kultúrát szolgálandó egységek, intézmények, épületek, akikben van lehetőség erre a vetítésre, és akkor így lesz például a Kecskeméti Színházba egy vetítés, illetve volt már, meg így lesz Újpesten, ahol valami, nyilván ahova elhívják ezt, nagyon szívesen elküldjük, és el is megyünk erről beszélgetni, vagy bármi, hiszen nagyjából egyébként ez az a formája, ahogy közönséghez jut egy dokumentumfilm, tehát a moziban vetítés az nincsen, de kultúrához lojális emberek, kulturális egységekben előfordulhat, hogy ilyen vetítéseket szerveznek, és akkor nagyjából ez lehet egy ilyen valami közönséggel való valódi találkozásra egy ilyennek. A kisebbi film, aki valahol van... Itt jön. Esélyben a képben. Ugyan, ő az. Jogász, de... igen, de zenél. Van egy szerzőtársam, itt Dr. Locsmányi Balázsnak hívják.